Szeretettel üdvözlök mindenkit, Szabó Sándor vagyok, a mai beszélgető társa pedig Szentes Róbert, üdvözöllek Robi. A mai témánk pedig nem más lenne, mint a tapasztalás. Én azt szeretném tőled, Robi, megkérdezni, hogy meg kellett tapasztalnunk azokat a dolgokat, amelyeket régen a múltunkban tettünk, vagy tettek velünk, és fájdalmas volt. Vagy ha meg kell tapasztalnunk, akkor mit kell belőle megtapasztalnunk, esetleg mindent meg kell tapasztalnunk. Kifejtenünk ezt bővebben. Elosani. A legtöbb ember úgy fordítja megtapasztalást, hogy ez azért van, mert régen valamit csináltunk, és a karma most visszahozta ugye ezt a jelenséget, meg kell tapasztalnunk, meg kell élnünk, azaz bűnhődnünk kell. Ez egy alacsony százalékban igaz, de a megtapasztalás az azért van, hogy spirituálisan tudjunk gyarapodni és növekedni. Amíg az ember nem tapasztalt meg bizonyos dolgokat a fizikai síkon és érzelmi síkon, addig ilyen tudattalan állapotban van, és igazándiból akár tetszik, akár nem, alkalmatlan egy magasabb szint befogadására. A legnagyobb kihívás az embereknek az volt, hogy nagyon sok, több millió dolog van a tudatalattiban, ami feldolgozatlan, és úgy tapasztaljuk meg őket, hogy nem tudjuk az okát. Miket tapasztal meg az átlagember? Egy fájó kapcsolatot, egy valami típusú betegséget, akkor anyagi problémákat, akkor konfliktusokat a családdal, és ez mind azért van, mert a múltból feloldatlan traumáink vannak, feloldatlan konfliktusaink vannak, és ezek mind beleszólnak a teremtésünkbe. És tavaly előtt, mondom, nekem most nagyon összefolyik az idő, sajnos nem tudom meg, de az a lényeg, hogy nem olyan régen, már az, aki a krisztusi tudatosságot elérte, az, ha jól csinálta, és tényleg integrálta magában a dolgokat, akkor lépett úgynevezett a karma kerekéről. A karma annyit jelent, hogy balansz. Annyit, hogy nézd meg ezt az aspektust, tapasztald meg ezt a látószöget, nézd meg ezt a látószöget, és amikor megvan, nézd meg, hogy mit csináltál jól, mit csináltál nem olyan jól, gyógyíts meg a nem jókat, tarts meg a jókat, és mész tovább, és akkor egy magasabb lépcsőfokra jutunk. Persze sokkal komplexebb, csak hogy mondom így az alapszabályokat. És a megtapasztalásban az a nagyon nehéz, hogy teljesen más logika szerint működik, mint ahogy azt mi hisszük. Tehát, hogyha nagyon sokat beszéltem ugye traumáról, veled is, meg Szonyával is, meg másokkal is, hogy az a legnagyobb probléma az emberiségnek, hogy feloldatlan traumái vannak. Nagyon komplexek, nagyon összetettek, és amíg ezeket nem oldjuk fel, addig nem vagyunk jól. Lent a tudatalatti rétegekben van egy olyan, amit nagyon kevesen tudtak eddig, ez úgy hívják, hogy a gestalt, a principles, vagy az elmélet. Ez azt jelenti, hogy ami elvarratlan bennünk, a régi háborúk, a rezgések, a bántások, a szomorúság, a harag, a düh, a félelmek, minden, az mind ott van. Semmi nem múlik el magától, viszont időben intenzívebbé válik. És azt mondták az égiek most, hogy jön az új föld, hogy ezzel a batyúval, tudatos vagy nem tudatos, nem lehet tovább menni, mert ez a sok rossz rezgés, a gyűlölködés, a gonoszság, az átkozódás, amit az emberek csináltak, ez mind ott van a kvantum mezőben, és ez táplálja, ez mérgezi az egész univerzumot. És ez nem marad, tehát ez nem stagnál, hanem szép nagy, említettem, egyre nagyobb lesz intenzitásban, és ezt érzi most az ember. Hogy visszajön ez a sok trutyi, amit az ember az elméjében így már évmilliók óta táplál, meg meglő ki magából, és akkor itt mi a teendő? Magunkon keresztül, ami feljön, felelősséget vállalunk, és elkezdjük profi technikákkal és profi mentorok segítségével oldani. Ez eddig hiányzott. Jó? Tehát a tapasztalásnak van egy olyan része is, hogy kicsit olyan áldozatnak érezzük magunkat, belefér, értem, én is ott kezdtem, de utána, hogyha fel tudjuk venni a jó detektív sapkát, és talán egy jó nagyítót, és átmegyünk Kolombóba, akkor egy nagyon izgi útvonallá válik, tehát egy nagyon jópofa, úgymond egy életté válik, mert akkor megtanod a teremtői logikát. Hogy ez ennek, meg ennek, meg ennek az okozata? Atya, gatya. Tudod, soha senki nem mondta el nekünk ezt a furinka, ilyen invertált logikát. A régi Matrixban eléggé minden a fizikai síkon futott, tudod, ne gondolj rá,
hagyd abba, menj a fény felé, a fény felé, az lefelé van. Át kell menni a sötét, feloldatlan rétegeken, ha világosak akarunk lenni, és azt mondja, hogy ez egyre evidensebb. Tehát, és akkor a megtapasztalásnak az egy fejlettebb verziója, hogy kitakarítottuk az elmét, kiürítettük az elmét, és egyre jobb dolgokat tapasztalunk meg, amit nem tudnánk elfogadni, amíg ezek a sötét, feldolgozatlan dolgok még ott rezegnek. És akkor így jönnek ezek a hiedelmek, hogy nem érdemlem meg ezt, meg azt. Ez mind a régi-régi elvarratlan bántásokból, meg traumákból jön. Értem, Robi. Említetted, hogy ezt tapasztalják az emberek. Mostában elkezdtem nézelődni itt a környezetemben, és nagyon sok embernél nem látom ezt a változást. Tehát nem látom rajtuk, hogy ők tapasztalnának valamit. Folytatják tovább az életüket, ugyanúgy, ahogy korábban tették. Esznek, isznak, hajoznak, pasiznak, teszik a dolgukat, robotolnak, robotmunkákat végeznek. Hogy lehet az, hogy ők nem éreznek semmit, mármíg másoknál pedig beindult egy ilyen automatizmus is, mintha egyre magasabb szemszögből vagy szempontból látnának rá bizonyos dolgokra. Nyilván ez idő kell, még rálát az ember, de vannak, akiknél pedig elindult ez a folyamat. Ez minek köszönhető? Ki tudnád fejteni? Igen, nagyon sok tudatossági szint van, és csak az emelkedők éreznek igazán dolgokat. Tehát mi bennünk van egy ilyen hiperszenzitivitás, egy ilyen hiperérzékenység, és ez azért jó, mert ha nem éreznénk valamit, akkor nem cselekednénk. És itt a cselekedésre való késztetés, ez a felhívás, ez arról szól, hogy ki kell takarítani a kókuszdiót, mert különben rezegjük tovább a nem kívánatos ősi dolgot, és aznek az a hátulütője, hogy a nem kívánatos dolgok újra és újra és újra teremtik, amit mi nem akarunk, ezért mondják, hogy a történet ismét, vagy történelem megismétli magát. Mert bent az elmei programok ugyanazok is gyógyulatlanok. Azok az emberek, akik érzik, mint te, meg én, meg az a pár emelkedő, nem, mi vagyunk nagyon-nagyon, mi vagyunk a kisebbség, nekünk az a dolgunk most, hogy bemenni, mi zavar, megtanulni az elme struktúráját, hogy el tudjuk fogadni a fényt, és akkor tudunk csak emelkedni. Aki nem érez semmit, az két dolog miatt van. Az egyik az, hogy tele van medicinával, meg a fájdalomcsillapítóval, és egyszerűen nem érzi, hogy valami van. A másik meg, hogy olyan tudatossági szinten van, ahol ő már nem tud reagálni ezekre, tehát egyre inkább az ő világa az így beomlik, az ő, hogy implosion, tehát így befelé megy. Ez nagyon nehéz azt nézni azoknak, akik fölfelé mennek. Mert egyre inkább, ahogy mondtam, ez az időség törés, egyre inkább nagyobb lesz a távolság azok között, akik emelkednek, és azok között, akik maradnak. És nekem az a javaslatom, vagy amit szeretnék átadni az embereknek, hogy akik emelkednek, hogy engedjük el ezeket az embereket szeretettel, ők azért vannak ott, hogy az emelkedőket szolgálják, hogy tükröt tartsanak, fedezzük fel, mi az, ami minket zavar, mi az, minket bosszant bennük, integráljuk magunkban, és hagyjuk magunkat emelkedni, ők meg majd a teremtői logika, meg a szeretetteljes vezetésből mennek a saját időségükre. Tehát el tudom képzelni azt, hogy nagyon furcsa az, hogy tudod, selfie, meg a Facebookon ilyen, tudod, nyaralós képek, nem ezért vagyunk itt. Az a lényeg, hogy nem ezért vagyunk itt. Nekünk életcélunk van, neki azért jöttünk, hogy kitakarítsuk a traumáinkat, és onnan tudod, hogy ez igaz rád, hogy érzed, hogy feszült, vagy érzed, hogy van valamiről, többről kell, hogy szóljon ez az élet, mint amit eddig csináltunk. Ezt onnan tudod. Aki nem érzi ezt, az egy olyan kategória, hogy nem szabad rájuk haragudni, ha bosszantanak minket, akkor azt magunkba kell meggyógyítani, de ők most mennek egy olyan dimenzió, vagy olyan időségre, ahol ők folytathatják azt az alacsonyabb tudatosságú létezést. Nekünk az a dolgunk, hogy egymást segíteni, összejönni és emelkedni. Nagyon jó, hogy ezt mondod, hogy nekünk ez a dolgunk, akik így emelkednek és elkezdték tapasztalni. Most itt szeretném megkérdezni, hogy van-e hangsúly azon, hogy tudatosan vagy tudattalanul tapasztal az ember? Tehát tudatos-e a érzelmi labilitására, fájdalmára, vagy testi
fájdalmára, a labilitására. Mit kell erről tudni a tudatos meg a tudatlan emberi, akik tudatlanul is érzik ezeket a problémákat, valamikor egyszer előbb-utóbb rá fognak térni erre az útra. Ki vagyok én valójában kérdésnek a megválaszolására? Már ha meg kell válaszolni, hogy ki vagyok én. Az lenne a cél, és ez volt a cél. Tehát ahogy a Biblia is leírja, hogy nagyon sokat hívtak, most megint angolba fordítom, de nagyon kevesen válaszoltak a hívásra. És tehát sokkal többen kellett volna, hogy emelkedjünk, sokkal többen kellett volna, hogy csinálják a belső munkát, mert a belső munka az, hogy elengedjük ezt a sok régi traumát, fény felé tudunk menni, és a teremtőt tudjuk szolgálni. Ez lett volna az élet cél. Ez lett volna a mi dolgunk, és akkor ennek a teremtő szolgálata az meg minden emberre specifikus, finom, kifinomult, fantasztikusan, testre szabott, jó és kellemes küldetés. És tudatos vagy tudattalan, hát először mindent a tudattalan az elme irányít, és érezzük, tapasztaljuk a dolgokat, és minél inkább ismerjük a teremtői logikát, a spirituális pszichológiát és a kvantummechanikát, annál inkább tudjuk magunkba oldani azokat a dolgokat, amik valamilyen szinten ennek az örvénynek, vagy ennek az áramlatnak idézőben az áldozatai voltak. Ha nincs önmunka, nincs előrelépés, nincs emelkedés. Tehát ez a lényeg. És előbb-utóbb az lenne a cél, hogy minden tudattalan programunkra tudatosak legyünk. Amikor a tudatosságot alkalmazzuk a tudattalan részeinkre, az meggyógyul, már látjuk azt a logikát, már felül kerekedtünk, tehát megtettük azt a lépcsőfokot, és már azzal nem kell tovább megbirkózni. Tehát ez olyan, mint az iskola. Amíg nem tanultunk meg az ABC-t, vagy az egyszer egyet, addig mindig visszatesz az élet minket, hogy A, B, C, egyszer egy, és így tovább. És a legtöbb ember az nem hajlandó ezt megtenni. Mindenki az egyetemre akar bemenni, és rá is, még az ABC-t se ismeri. És azért kell nagyon-nagyon, hogy mondjam, szeretni magunkat, mert minden lépcsőfok, amit eddig megtettünk, lehet, hogy nem volt egy kellemes tapasztalat, az fontos a mi törzsfejlődésünkhöz. Lényegében akkor azt mondod, hogy minden egyes tapasztalás, legyen az pozitív vagy negatív, tehát a legszörnyűbb, amit fájdalomként élsz meg, de viszont rájöttél, hogy az mitől van, légy hálás neki. Igen, ráláttam. Köszönöm. Illetve még azt szeretném tőled kérdezni, Robi, hogy nagyon sokat emlegeted az önmagát, hogy dolgozz magadon. A mai spirituális világban ezt azt szokták érteni, hogy meditálni, meditálni, meditálni. Egész nap nincs más dolgot, csak meditálni. Valójában te mit értesz önmunka alatt? Dolgozz magadon címszóval. Az önmunka azt jelenti, hogy ürítsük ki az elménket. Ez egy nagyon precíz és egy nagyon hosszú folyamat. Erre mondtam, hogy vannak a negatív érzelmek, a hiedelmek, a töredezett elme, az árny és a kvantum energetika. Ezt mind meg kell gyógyítani. És ez azért van, mert ha nem gyógyítjuk meg, nem tudjuk elfogadni a fényt. Ha ezeket nem gyógyítjuk meg, akkor fizikai betegségben fogunk valamilyen szinten szenvedni. Aki kórházban van most szívrohammal, annak a szívtörés traumája megoldatlan. Ezért mondom, trauma, 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 minden onnan ered. Csak nagyon komplex, és nagyon kevesen értenek hozzá igazán. És még azt is tudni kell, hogy ez nem megy mentorok nélkül, nem megy profi tudás nélkül. Én ezt már 13 és fél éve tanítom Amerikában, és rengetegen megtámadtak engem, főleg a coachok meg a terapeuták, mert egy kihívás volt nekik az, hogy van még sokkal mély, meg sokkal több dolog. És most eljutott az emberiség arra pontra, hogy erre szükség van. Ezt én sokszor mondtam, van egy angol nyelv eladásom, az eredeti trauma eladásom, mondtam, hogy ahol a legtöbb ember befejezi, én ott kezdem. És ez azért jó, mert nekem ez a küldetésem. Én erre iratkoztam fel. Nagyon nehéz volt, nagyon sok munkámban és nagyon sok pénzembe kellett, de most nekem ez a küldetésem. Hogy meg segítsek az embereknek átmenni azokon a mély rétegeken az elmében, hogy azt fel tudják oldani és el tudják fogadni a fényt. Az önmunka ugye azt jelenti, hogy vannak a negatív érzelmek. Ez nagyon logikus, hogyha egy kicsit az ember hajlandó ebből a kaotikus érzelemvilágból egy lépést hátra megy, és azt mondja, hogy oké, hogy működik ez? Ez amint egy autó. Amíg nem tudják a logikát, hogy forog meg a gáz, az gyorsít a fék, addig rosszul használjuk. Vannak a negatív érzelmek. Ebben benne van a harag,
benne van a szomorúság, benne van a félelem, benne van a bűntudat, benne van a bántás, benne van a szégyen, stb. Stb. Tehát több száz ilyen van, és igazándiból majdnem mindenki ezeket próbálja úgy masszírozni. Ezek üzenetek. Nincs negatív vagy rossz, úgy idézve negatív érzelem, vagy ezek az érzelmek, amikor az alsóbb rétegek már integráltak és gyógyultak. Tehát honnan van a szégyenérzet? A szégyenérzet honnan van, hogy itt az árnyvilágban megoldatlan dolgaink vannak. Ha ez megoldódott, nincs fönt szégyenérzet. Tehát magyarul, a mi érzelmeinket kell használni, mint egy terelő, tehát vagy egy üzenő fal, hogy oké, itt van megoldani való. És akkor alatta vannak a hiedelmek. Ugye, érzelmek, hiedelmek. És nincs egy jó rendszer. Én 15-ben, 2015-ben megírtam az első könyv, ami a hiedelem rendszerünkről szól. És nagyon sok embernek vannak olyan hiedelmei, vagy hiedelme, hogy én nem vagyok elég jó. Ez egy hiedelem magunkról. És akkor ennek nagyon sok rétege van, nagyon mélyre megy az óceánban, és mindegyik réteget meg kell gyógyítani ahhoz, hogy tényleg ne legyen már ez az önpusztító gondolat, hogy nem vagyunk elég jó. Nagyon sok olyan hiedelem, hogy minket nem szeretnek, hogy nincs erőnk. Rengeteg olyan kacipántos hiedelmünk van, amit úgy hívnak, a stratégia. Nagyon sok ember manipulál, és azt hiszik, hogy nem látnak át rajta. És ezt azért mondom, ennyire itt durván, mert leestek a maszkok 2 héttel ezelőtt. Mindenki lejátsza igazán, ami benne van, és ami benne van, az egy eléggé komplex olyan világ, hogy ha ezt nem gyógyítjuk meg, akkor elvisz minket az ár. Rengeteg hiedelem van, több tízezer. És akkor itt van egy olyan réteg, amit a nagy technika gyógyít, nagyon jó, ezt úgy hívják, a töredezett elme. A töredezett elme arról szól, hogy picit igen, picit nem. Ezen már dolgoztam, de még mindig van valami. Egy kicsit mintha, de még nem vagyok benne biztos. Ezeket hívom homokszemeknek, viszont dinamit erővel robbannak ezek a homokszemek. Nem tudjuk ezt a régiót kikerülni, mert az önmunka és a belső munka és az integráció arról szól, hogy ez a töredezett elme meg fog jelenni. Mert nem tudunk egyszerre végezni ezzel a egymillió soros vagy darabos takarítással. Ez olyan, mint amikor elkezdünk mondjuk egy házat festeni. Először egy falat festünk ki, utána a másikat, utána visszamegyünk, és igazítunk, és utána tudod, minden összeáll a végén. Az elme ugyanígy működik, nem tudunk egyszerre egymillió dolgot megcímezni, azért mondom, dolgozz az első 10 000-en, és marha jól leszel. És utána akkor visszamész a finom kis ecsettel, és akkor ott kihúzod azokat a hiányzó részeket. Tehát ezt a nagy technika, erre tervezem a nagy technikát, ezt a töredezett elme, a hiedelem rendszerünk és az érzelemvilágot, hogy integrálja, és azért ilyen ütős, és azért segít ilyen gyorsan, mert az embereknek nincs ideje. Nincs erre a, tudod, ilyen lábújhegyen járok, lacafaca típusú megközelítésre idő. Ezt te is tudod. Ez ott van az árnyvilágunk, amiről csináltam egy előadást, az árnyvilágról. Nagyon durva. Minden, amit mi nem szeretünk a külvilágban, legyen az a férfi, a nő, a főnök, minden, az bennünk rezeg, és aktiválom, aktívan. Amit mi elutasítunk, amit mi bíráskodásként kiejtünk, az bennünk rezeg, és itt ez a pofon, itt. Ugye a legtöbb ember mindig azt mondja, hogy a fény felé kerüld el, ne foglalkozz vele, magadat kinyírod, és mink egymást kinyírjuk ezzel. Minden, ami nekünk nem tetszik a külvilágban és a másokban, azt mi aktívan rezegjük, és újra, és újra, és újra teremtjük. Akaratunk ellenére. Az emberi elme nagyon-nagyon erős. Hát mi küldjük ki a jeleket, a szignálokat, és nem veszi észre az ember, hogy csak azért, mert valami nem tetszik neki, attól még azt aktívan teremti és termeli. És azt hiszem, hogy az új tudatos ember a humán 2,0-as verziónak ezt eszméletlen tudatává kell lenni, mert betettük a, mit tudom én, egyes, kettes vagy a D-be a kocsit, és a járdán tudom, mennek, gázolunk el mindenkit, és azt hiszik, hogy az ő hibájuk. Nem. Mi csináljuk ezt, ez a mi felelősségünk, az elme kitakarítása, hogy ne nyomjuk tovább tele a kvantummezőt, és ne mérgezzük magunkat és másokat. És akkor ez ott van a jönnek kvantum energetika, ami, hát én is 10-valahány évig tanultam én Jediktől, ami olyan finom dolgokon múlik, viszont nagyon-nagyon ütős életkörülményekhez vezet el. Innen jönnek a gyűlölködéseink, innen jönnek ezek a nagyon-nagyon mély szorongásaink, és minden, mikor szépen ezen a függőleges rosszabban meg van gyógyítva, az a végeredmény, hogy jól vagyunk, belépünk az élet célba, kedvesek tudunk lenni magunkhoz és másokhoz is, és igazándiból működik az élet. Robi, szoktad emlegetni a, és sokan mások is a hiedelemrendszert.
ezt a hiedelemrend, ez a hiedelemrendszer hogy rögöd az emberre? Mások által összeállított, mások vélemény által összeállított gondolatként rezeg ez az ember fejébe. Tehát, hogy mondták például, mondták gyerekkorban, fiam, többre vagy képes, nem vagy elég jó, vagy ezt meg kell tenned, vagy anyádnak meg apádnak mindig szót kell fogadni, és ugye ez benne marad az ember, és akkor kialakult benne egy olyan hiedelemrendszer, hogy hó, hát igen, én nekem meg kell felállni a szüleimnek, én nem lehet velük szembeszállni. Szerintem nagyon sokan ebbe is benne vannak. Én is benne vagyok. Kikommunikálom, most a kommunikációt próbálom elsajátítani, vagy nézgetni nyelvű önvizsgálattal, hogy hogy is kommunikálom rá. Hát ugye most meg átestem a ló túloldalára, mert a megfelelési kényszerből egyfajta durvaság lett, mint aki adnám magamból ezt a, ahogy te is mondtad, ezt az elfojtott gyilkos ént. Ez honnan ered? Tehát jó olyan meglátás, hogy innen, honnan eredhet a hiedelemrendszer. Szuper a kérdés. Erről írtam a könyvet, ami angolul megvan, már németül is megvan, és most meg fog jelenni remélhetőleg októberben, valamikor ősszel, magyarul is. Fantasztikus volt. Átolvastam, lektoráltam, a szemem könyvbe lábadt, annyira gyönyörű, annyira jó, annyira profi meg van csinálva, tehát alig várom. A hiedelmeink az ősidőkből jönnek, és természetesen ebben az életben is elfogadtunk csomó olyan hiedelmet, ami valamilyen szinte romboló és önpusztító. Nagyon sok ember, mikor beszél a másikhoz, kivetíti a saját gyógyulatlanságát. Bármi, és ezt te is meglátod a szülőknél, amik ők nem tudtak beteljesíteni, mert vagy nem volt meg az eszközük hozzá, vagy pedig gyávák voltak, vagy valami történt, akkor azt a gyereken próbálják bebizonyítani, hogy és leverni. Ez kétféleképpen jelenik meg. Az egyik az, hogy bátorítják a gyereket, hogy másképp csinálja, mint ők, de a legtöbb ember, legtöbb szülő inkább próbálja lehúzni a gyereket, hogy biztonságba tartsa a gyereket igazándiból az élettől. És ezért vagyunk ilyen rosszul, mert az élettől próbáltuk magunkat biztonságba tartani, ahelyett, hogy megtapasztaltuk volna. A hiedelemrendszer nagyon kacifántos, mert nagyon sok apróságból áll, több tízezer finom rétege van, és ezek nem vallási hiedelmek, vagy vallásos, ez nem egy vallásos téma. Például van ott egy ember, és azt mondják, hogy ezzel vigyázz, ez veszélyes, ez a hiedelemé alakul át, elfogadjuk, és lehet, hogy a legjobb ember a világon. És az ego ezt csinálja, ezt a suttogós, nem vagy a legjobb, vigyázz ezzel, ezt ne csináld, azt csináld, ezt ne csináld, és az egész, az invertált mátrixba elhittük a rosszat, és megtagadtuk a jót. Tehát az ego nem más csinál, mint a tudatos embert, a coachot, a mestert, ellene fordítja a tanítványának. Úgy ezt mondtad a kérdezben. Van egy olyan aspektusa is, és az ego igazándiból, ha most nem akarunk a sunyi részre fókuszálni, akkor az egy homeosztézist próbál fenntartani. Tehát azt jelenti, hogy ne változz, ne csinálj semmit, menj a fény felé, tudod, ez az ego. Ez okozta ennek a civilizációnak is a halálát, vagy a végét, hogy bevettük ezeket a rossz hiedelmeket. Nem kell vele foglalkozni. Majd minden elmúlik magát, és pont az ellenkező igaz. Jó? És az a lényeg, hogy nagyon sok olyan hiedelmünk van, amit nem tudunk a napi szinten azonosítani, amíg le nem ülünk, és ilyen meditatív állapotban nem megyünk be. Lelassítjuk ezt a háttérprogramot, és sokszor neveztem már úgy, hogy ilyen sorról, vagy léptetjük ezt a programot, és átvizsgálom minden sort, mert különben fénysebességgel fut ez a program, ez az elmei program, és minden autópilotán, vagy ilyen robotpilota szerint működik. A beszédünk, a testünk, minden olyan szinten működik, és mikor lelassulunk, lelassítjuk, és metodikusan átvizsgáljuk, utána tudunk csak rálátni dolgokra. Nagyon sok ember hiszi azt, ez egy hiedelem, hogy ő nem számít, hogy ő nem fontos. Innen jön mindig mondom, hogy a szeretet és a jelentős. Emlékszel, az a két nagyon fontos dolog? Ezek hihetetlenek. Igen, igen. Amíg az ember azt magára, hogy ő nem számít, meg nem jelentős, addig keresni fogja azokat az embereket, akinek ő számít, viszont egy másik ember soha nem fogja ezt neki tudni megadni, és az egész egy ilyen szívtörés, traumatikus élethez vezet.
Azért kell ez az önmunka, hogy magunkba oldjuk fel ezt a sok önszapuló, meg rossz hiedelmet, és akkor a többi réteget. A hiedelemvilágunkban ugyanúgy ott van még a biztonság és a veszély megfogalmazásáról szóló a hiedelmek, hogy ez a dolog biztonságos, ez veszélyes. Ilyenek vannak emberekre, ez van például, hogy most is megjelent a visszászorongás Hello életebe, és betettem, hogy ugye mi hiányzik innen mindig a szeretet, az erő, a biztonság, a védelem, és ez nagyon, rengeteg ember teljesen félreértelmezi, ez rám is igaz volt, a biztonságot. Mert minden feloldatlan traumában, a múltból, a háborús emlékekből elutasítjuk a biztonságérzést, mi azt hisszük, ez egy hiedelem, hogy jobb az életünk nélküle, elutasítjuk, és kvantummechanikailag el távol tartjuk magunktól azokat az erőforrásokat, amire szükségünk van amúgy a túléléshez. És ezért nincs kiút, csak egy nagyon precíz, metodikus önmunkán, az elme tisztításán, vagy azon keresztül. Tehát a hiedelemben rengeteg olyan, hogy minket nem szeretnek. Nagyon-nagyon bújtatottak. Ezt te is érzem, mert te is tudod, dolgoztunk együtt egy kicsit. Ez rám nagyon-nagyon-nagyon erősen hatott. És nem minden evidens. Olyan pici, ilyen homokszem nagyságú, ilyen 10 000 bújtatott részlet van az elmében, ahol mi úgy érezzük, hogy nem szeretnek, hogy ezek a pici homokszem dinamit erőssége bíró robbanószerek robbannak fel az életben. Ebből jönnek a földi síkú problémák. És amikor az a hiedelemrendszert átvizsgáltuk, és elkezdjük semlegesíteni, akkor kezdünk el igazán gyógyulni. Minden árnyunk, a gonosz, a dühös, a gyűlölködő, a több, minden ilyen árny, az a hiedelemből indult. Azért csináljuk ezt, mert mi azt hisszük, hogy ez az ember ezt fogja velünk tenni. Hát akkor jön a stratégia, akkor mielőtt ő ránk támad, támadjuk meg először mi őt. Oké? Csak innen jön a támadó, innen jön ez a sok, és ez vezet rákhoz. Rákhoz, az a dühöngés, az a gyűlölködés. És akkor a felszínen ez nem evidens, én azért nem is nagyon szeretek beszélni a felszínről, hanem menjünk le ide, és hozzunk fel olyan dolgot, ezt az elsüllyedt hajót, a tenger feneki, és nézd meg, itt a probléma. Nem a fehér vitorlás hajókat kell vizsgálni, hanem az elsüllyedt, már moszatos hajót. Ja? Értem. Most Magyarországon képzelte bevezettek egy, nem tudom, hogy Amerikában van-e ilyen törvény, de bevezették, nem tudom, hogy életbe lépette, fogalmam nincs róla, hogy a gyereknek a szüleiről gondoskodni kell, és ezt törvénybe iktatták. Tehát amint a szülei tehetetlenné válnak, akár anyagilag, akár fizikailag, akkor őről gondoskodni kell. Neked mi a véleményed erről? Mert én nekem az az érzésem, hogy itt túl egyfajta társadalmi elvárást akarnak az emberre rásújkolni, illetve szülők felé egyfajta megfelelési kényszert. De akkor a önálló én nem valósíthatja meg önmagát, mert más elfoglaltságot hoztak, van más elfoglaltságot adott neki az állam, vagy a törvényhozó, jogalkotó, vagy nevezük bárminek, és ez letérítheti az útról. Úgy Amerikában van ilyen, vagy itt Magyarországon erről, mit gondolsz erről? Én személy szerint egy hülyeségnek tartom. Jó összetett, itt nincs Amerikában ilyen. Most azt is kell tudni, hogy ami most a hírekben van, meg amit jönnek, az igazán az embereket bosszantják. Ez egy ébresztési processz, és minél inkább zavar minket valami, az azért van, mert belül az elménkben még feloldatlan, integrálatlan dolgaink vannak. Elmondok neked egy teljesen más aspektust. A szüleink azok a mi szüleink. Nekik az volt a felelősségük, hogy gyámként legyenek az életünkben. Amit mi a fizikai síkon úgy hívunk, hogy apu, anyu, ők a gyámjaink voltak nekünk. Az igazi családunk az a lélek család. Na most, ha ők megbetegednek, ha ők velük valami van, akkor bizonyos szinten természetesen tudunk nekik segíteni. Viszont itt megint van az az erőhiány, az erőtlenség, hogy ő maguknak is valamilyen szinten felelősséget kell vállalni, mert a mentális síkon ezt a betegséget, ezt az erőtlenséget, ezt betermelték, vagy kitermelték. Tehát
Amíg a fizikai síkon akarunk csak segíteni, addig rabszolgák vagyunk. Ezt a rabszolgaságot ezt úgy hívom az egyik interjúban, azt mondom, Gábor, csináltuk, hogy mentális tunyaság. Tehát segítsünk nekik, de ahogy én javallom, hogy segítsünk nekik, hogy nézz magadba, hogy hogyan jutottál el ide, és korrigáld. Tehát én is, hogy ott vagyok másnak nagyon szívesen, de én nem azt mondom, jaj, mesélj még, untsd még rám ezt a sok izét, bánatot. Nem. Hogy kerültél ide? Mi az, amit kihagytál? Mi az, amit nem vettél észre? Mi az, amit meg kell oldani? És ha azt megoldod, erőre kapsz. A beteg test meggyógyul. A pénztelen ember pénzes lesz. Tehát nagyon-nagyon kell most vigyázni, mert most egy olyan korba érünk, Sanyi, hogy ez a régi, szenvedő, áldozati mintának vége. Nem elfogadható. Aki ebből nem tud kiszállni, nem mer kiszállni, az elviszi az ár. Jó? Tehát tisztelettel kell rendelkezni a szülők felé. Persze, értem mindenkit, tehát a fizikai síkon, viszont ők ugyanúgy felelősek a saját teremtési kért, mint mi. Komplex téma. És rengeteg idősnek hálás is vagyok, anyukának, akik már ilyen állapotba kerültek, mert ők is határozottan tiltakoznak, hogy nem értenek egyet szívből ezzel a döntéssel. Például az én szüleim azt mondták, hogy nekik nem mondja meg a kormány, hogy most az én életemmel mit tegyenek, úgyhogy hál' Istennek ennyiből tényleg hálás is vagyok a szüleimnek, hogy ők nem akarják semmiféleképp, hogy akaratom ellenére felmerültessék ő magukat, meg nem is akarnak beleszólni az életembe. Mert bízunk benne azért, hogy rengeteg ilyen ember lesz, akik ébrednek. Hát Robika, nagyon szépen köszönöm ezt a fantasztikus beszélgetést. A későbbiekben szeretném majd folytatni ezt a beszélgetést a hála címszóval. Mondhatok még Hogy valamit? persze, persze, persze. Oké. Okay. Bocsánat, bocsi. Semmi gond, semmi gond, csak ez fontos, mert én is átmentem az első vállásomnál, jöttem rá, hogy a rendszernek van egy olyan taktikája, hogy mindig arra próbál rásózni a felelősséget, aki még bírja a terhet. És ez úgy jön ki, hogy azt húzzák le anyagilag, akinek van pénze. És mondjuk ebben én benne voltam, jól kerestem, de mérnök, és az első vállásom után azt mondják, hogy na itt van, akkor nyakat bontunk egy izét, egy kamionnyi francot. Na, és ez azért fontos tudni, mert amikor az ember rájön arra, hogy a kormány, hogy maga ezek a politikai a struktúrák nem az emberért voltak. Ez egy hatalmas pofon az embereknek. Akkor rájön, és itt az üzenet, és ezt próbálják az égiek ilyen bosszantó, majdnem már idegesítő ilyen üzenetekkel, meg hírekkel felhívni a figyelmünket rá, hogy álljunk ki magunkért. A régi rendszer, a Matrix rendszer nem az emberért és az emberiségért volt, hanem egy önfenntartó, egy áldozati mintát fenntartó, egy egymást szapuló, egy erőtlen, tehetetlen, dühös társadalmat próbált teremteni, mert aki ha meggyógyul, azt nem lehet kontrollálni. És pont ez nem volt ez a cél. Tehát azért mondom, hogy én is átmentem a millió rétegén ennek a megpróbáltatásnak, csak szeretném felhívni a figyelmet azoknak, akik már ezen átlátnak, meg érzik bele a dühöt, hogy amire dühös vagy, integrált. Ami nem tetszik, old meg, akkor felülmész e felül rezgésbe, és már nem fog rád hatni. Tehát az most nagyon magas üzenet, hogy emberek, jöjjetek össze, eddig egymást gyűlöltétek, az egótok a másikra fogott minden szerencsétlenségeteket, és az a lényeg, hogy az égiek próbálják nekünk végre felismerni azt, hogy nekünk kell kiállni magunkért. Mindenki, erről szólt az egész történelmünk, meg nem csak Magyarország, az mindenki rázza az öklét. Nem az öklödet kell házni, hanem magadban meggyógyítani ezt a sok erőtlenséget. És erre próbálja felhívni most az emberek, hogy volt egy olyan rendszer, ami nem az emberért szólt, vagy nem emberért volt, ezt nekünk most be kell vállalni, és az elmei tisztaságunkon keresztül tud csak megvalósulni az új rendszer. Magyarul, ahelyett veszük, hogy jaj, csúnya kormány, miért bántasz? Mi leszünk a kormány? Ez mi kell? Belső tisztulás, akaraterő, és egy új vezetőség, egy új vezetői képesség. Vége az áldozati kornak. Mi teremtjük minden pillanatunkat az életünknek, csak mivel ez az alacsony, tudatlan rétegből senki nem beszélt, ez ember nem tudta. Erre mondtam, hogy rossz térkép szerint mozgunk, vagy térkép nélkül mentünk el. Tehát tényleg
Én nagyon szeretem az embertársaimat, de mint egy coach, és mint aki átlát a millió rétegén ennek a rosszul rezgő elmének, én tényleg azt mondom, hogy vagy az ember ezt felfogja, és leteszi az ne rázd az öklödet, hanem tegyél valamit magadon belül, amivel a külvilágot majd, a jobb külvilágot megteremted, addig marad a történelem, addig marad a régi dolog. Értem. Bízunk benne akkor, hogy minél több ember észbe kap, és az ébredés útjára tér. Robi, folytatjuk remélem a következő videónkkal. Oké. Jó, Köszi. bízunk benne, hogy a hálát az én köszönöm. Bízunk benne, hogy a hála fontossága az elég jó téma lesz. Jó témának találunk. Majd arról is mondok egy pár trükköt, mert az se lineáris. Köszönöm én Jó, is. rendben, köszönöm. Szia. Jó, szia.